Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Földes Televízió nézőit. A kis meditációnak, amelynek most együttesen részesei lehetünk, a következő címet adtam. Húsvéti ünnepkör madártávlatból. Nem olyan régen olvastam arról, hogy egy régészeti felfedezés keretében előkerült egy csodálatos mozaik padló, amely a római korból származik. Amikor a régészek ezt megtalálták, szépen letisztították, láthatóvá tették a teljes képet. Láthatóvá tették azt a képet, amelyet az évszázadok, a rárakódott rétegek, a kosz mind-mind lefedett. És én azt gondolom, hogy nekünk is időszerű az, hogy az életünket ugyanígy egy picit megtisztítsuk és leporoljuk, hogy az a funkcionális kép, amely meg kellene, hogy határozza az életünket, valóban láthatóvá legyen. És ahogy utaltam is a meditáció címében, én most nem pusztán húsvétről kívánok néhány gondolatot megosztani, hanem madártávlatból vázlatosan végig tekinteni az ünnepkör részein. A húsvéti ünnepkör elég kiterjedt. Már az ünnepet megelőző időszak, a böjt, a nagyböjt, amely tulajdonképpen 40 napot fed le, jó alkalom arra, hogy az ember lelkileg előkészüljön és felkészüljön az ünnepre. Azt gondolnánk, hogy a böjt pusztán az elcsendesedésről és a dolgok megvonásáról szól. Ez bizony nem teljesen így van. Hiszen éppen Ézsaiás próféta könyvének 58. fejezetében a következőket olvassuk. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármat. Ebből az igéből is látszik, hogy az Úristen azt várja tőlünk, hogy a mi böjtölésünk, a mi felkészülésünk sugározzon aktivitást. Hiszen valakit, valamit felszabadítani, Istenhez közelebb kerülni csak úgy lehetséges, hogyha az ember nem vonul passzivitásba. A húsvétot megelőző hét nyitánya, a nagy hét nyitánya tulajdonképpen virágvasárnap. Virágvasárnap számunkra Krisztus király képét rajzolja meg, annak a Jézusnak a képét, aki egy szamárcsikón bevonult Jeruzsálembe. Magának a szamárcsikónak is külön jelentősége van ebben a rajzban, ebben a történetben, hiszen Jézus egy olyan szamárcsikót választ, amin még nem ült senki. Ebből értheti meg igazán az ember, hogy amikor Jézus hozzánk közeledik, amikor meghirdeti az ő programját, meghirdeti az ő országát, akkor nem érheti be használt elemekkel, nem érheti be azzal, ami használt, ami másodkézből kapott. És bizony a szamárcsikó képe arra is megtanít bennünket, hogy ő az, aki hordozza terheinket. Mi nem azért jött ebbe a világba, hogy megszégyenítsen bennünket, hogy félelmet keltsen, hogy kihasználjon bennünket, hanem azért, hogy hordozza a világ bűneit, hordozza a mi terheinket is. A következő kiemelkedő pont, kiemelkedő állomás már nagy csütörtök estéjére mutat. Ez az a nap, amikor a hívő közössége bizony emlékezhet az úrvacsora szereztetésének alkalmára. Az utolsó vacsora keretében ment ez végbe, amely tulajdonképpen páska vacsoraként indult, hiszen a zsidóság mindig is a páska vacsora keretében emlékezett meg az egyiptomi szabadulásról. Csak hogy a páska vacsorából nem pusztán emlékezés lesz, nem pusztán úrvacsora lesz számunkra az utolsó vacsorából,
hanem közösséget is teremt egymással és az Úr Jézus Krisztussal. A következő pont már nagypéntek ünnepe. A kereszthalál alkalma, amely nem csak a gyötrelmet és a szégyenletes halálnemet idézi fel számunkra, hanem mutatja azt a csodálatos áldozatot és szeretetet, amellyel az Úristen az ő fiában keresett és keres ma is bennünket. Nagy szombat csendje már másra mutat. Az elcsendesedés, a végiggondolás alkalma, olyan ez, mint egy zeneműben egy hatalmas szünet. De nem pusztán hatásszünet, hanem egy olyan csend, amely egyrészt lezárja azt, ami eddig történt, de előkészít az újabb fejezetre, előkészít azokra az ütemekre, amelyek már az élet győzelmét hirdetik. És így érkezünk el a központi eseményhez, húsvét ünnepéhez, mely Krisztus feltámadását hirdeti számunkra. Az az alkalom és az az ünnep, amikor az ember szembenézhet azzal, hogy nem csak azok a keretek léteznek, amelyeket a földi értelemben el tudunk magunk előtt képzelni, hanem van ebben valami természetellenesség és rendellenesség. Hiszen ha egyszer az élet oda van, ha egyszer beállt a halál pillanata, akkor ki az, aki bárkibe, bármibe életet tud lehelni? Egyedül Krisztus az, aki legyőzte a halált, és ebben a győzelemben bennünket is részeltetni akar. És bizony a központi esemény után még 40 nap, amíg Krisztus a földön jár, illetve járt a tanítványok és az emberek között, így hát a húsvéti időszak egészen áldozó csütörtök ünnepéig, a mennybe menetel ünnepéig kiterjed. És ez a 40 nap bizony elégséges arra, hogy a feltámadás kérdéskörében a hitvalló ember egy kicsit elmélyüljön. És engedtessék meg, hogy Márk evangéliumának 16. fejezetéből, a húsvéti evangéliumból olvassak fel néhány igeverset. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ez az ige vers, ez a néhány vers Márk evangéliumából nem csak az értetlenséget és a félelmet jeleníti meg számunkra, hanem megmutatja azt is, hogy az Úristen képes arra, hogy egyrészt megnyugtassa az övéit, és emellett ne csak a félelmet oszlassa el, hanem megbízatást is adjon ami számunkra. Egyértelmű, hogy azok az asszonyok, akik azért keresték fel a sírboltot, hogy Krisztus testét bebarzsamozzák, nehezen tudtak szembenézni azzal, hogy bizony az sír már üres. Én azt gondolom, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy szembenézzünk a félelmeinkkel, és kimondjuk azt, hogy egyedül Krisztus az, aki meg tud bennünket győzni ennek az ellenkezőjéről, egyedül ő az, aki meg tudja változtatni az életünket, és így annak a megbízatásnak, amit megkaptak az első húsvéti tanúk, megkaphatják a 21. század húsvéti tanúi is. Végezetül pedig egy szép adiverssel szeretném ezt a kis meditációt lezárni, lekerekíteni. Adi Endre, a szép húsvét. Odukat és kriptákat pattant, s bús árkokig leér a szava. Ilyen a húsvét szent tavasza, s ilyen marad. Miért tudjon ő az embervérről, mikor künn a tavaszban,
Minden csoda csodát csinál, és minden drága fizetség megtérül. Ó tavasz, ó húsvét, emberek ősi biztatója, csak azt szór szét köztünk, állandó a tavaszi óra, és ilyen marad. Krisztus támad és eszmél, odukat és kriptákat pattant. Van-e gyönyörűbb ennél? Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenki számára Istentől megáldott húsvéti ünnepet.